nagyon sima volt a meccs, erre számítottatok? Igen, igen, itt számítottunk, hogy azt nem számítottunk ennyire, hogy ennyire könnyű nyerünk, de igazából nem is volt annyira könnyű, hiszen szét és kihajtottuk magunkat. El is fáradtunk szerintem egy kicsit, de jó volt játszani, jó volt megtartani azt a ritmust, amit a Lárdász Kopi ellen is hoztunk. Szóval most jól érezzük magunkat, és reméljük, hogy holnap egy jó mérkőzést fogunk játszani és megnyerni a kupát. Of course, we are really, really happy. No, we didn't expect such an easy job, but of course, we played a really, really good game. I think we surprised them a little bit with our 5-1 defense, and we were trying to have a high tempo of the game, and that they couldn't run with us, I feel. So we scored a lot of easy goals, and that's why in the end, such a high victory. A csapattársad éppen a tempót említett, hogy nagyon jó volt a tempó, ebbe fáradtatok el annyira? Igen, igen, nagyon magas hőfokú volt a mérkőzés. Sokat futottunk nagyon, ez látszott is az eredményen, és ez miatt van egy kis fáradtság, de holnap ki tudjuk magukat pihenni. Te mit emelnél ki a mai játékotokból, ami szerinted a legjobb? Szerintem a védekezésünket, hiszen ebből az 5-1-es védekezésből nagyon sok labdát tudtunk szerezni, zavarba tudtuk hozni a Müllert, és ebből valóban lerohanásokat tudtunk vinni. Like I said, our 5-1 defense, I think it was really, really good. And like you said, yeah, high tempo, a lot of easy goals. We were running basically 60 minutes, and that's why it turned out so easy. But it was easy because we played really good and serious for 60 minutes. Még csak most jön a második elődöntő, mindenki azt várja, hogy holnap a Szegeddel játszatok, de szerinted a Kisbeszpén meg tudja lepni esetleg a Szegedet itt az elődöntőben? Igazából én nem látok rá sok esélyt, de mivel az első két mérkőzés egy nagyon szoros mérkőzést játszottam, biztos, hogy ez is egy jó mérkőzés lesz. A Szeged a favoritja ennek a mérkőzésnek. Szerintem meg is akarják már nyerni ezt a mérkőzést az első fél időben, de holnap tök mindegy, hogy kivel játszunk, nekünk meg kell nyerni ezt a magyar kupát. Of course, I'm cheering for Small Veszprém, but Szeged is a big favorite, so if everything will be okay, normal, I think they will win, but still, they have to show it on the court. They have 60 minutes to the final, and why wouldn't Small Veszprém surprise?